Kedves nézőink, köszöntöm Önöket, folytatjuk a múlt heti adásunkat. És beszélgetni fogunk azokról az adásokról, amelyeket az elmúlt évben készített a Vargita Stúdió. Amit a múlt héten elfelejtettem mondani, és mindenképpen szeretném, hogyha benne lenne ebben a műsorban az, hogy a látogató csapata nem belőlem áll, tehát a látogató nem csak erről szól, hanem komoly munka folyik a háttérben. Van két nagyon ügyes operatőrünk, az egyik az Ferenc Hunor, és a másik Sólyom Elemér. Nem nagyon örülnek általában az ilyen dolgoknak, nem, de ez egyáltalán nem. Állandóan bujkálnak, de hát meg kell őket említeni. Mert hogy a képeket, a gyönyörű szép képeket mindegyik településről elsősorban nekik köszönhetjük, mert hogy ez az ők munkájuk gyümölcse. Ma miről fogunk beszélgetni? Illetve, hogy mivel folytatjuk tovább a múlt héten elkezdett beszélgetést? Beszélgethetünk mondjuk Csíkszeredáról, vagy csíkszeredai látogatásról. Arról, hogy idegen vagyok ugye Csíkszeredában is, és valójában, amikor azt mondták, hogy jó, hát akkor Csíkszereda lesz a következő műsorunk témája, egyáltalán nem tudtam, hogy hogyan fogjunk neki. Mi az, amit tudunk Csíkszeredáról? Mi az első dolog, hogy azt mondjuk, vagy kimondjuk azt, hogy Csíkszereda? Mi ugrik be az embernek? Az embereknek, egyáltalán az embereknek. És megkérdeztem csíkszeredaiakat, vérbeli csíkszeredaiakat is, hogyha azt mondom, hogy Csíkszered, akkor mi jut eszükbe? Hát természetesen elsősorban a hoki, mert a hoki az minden itt Csíkszeredában, most már ezt is megtanultam. És a következő pedig az a csiki sör. Lehet ezt mondani? Lehet. Lehet mondani, ez a kettő. De nekem nem ez jutott eszembe, hogy csikisőr és hoki. Nem az jutott eszembe, hogy van itt egy város, és ő több mindenről híres Csíkszereda. Hát elsősorban arról híres, hogy az embereknek a gondolkodás mondja, a csíkszeredai embernek a gondolkodás mondja, az furfangos. Vagy egyáltalán hogyan lehet megközelíteni Csíkszeredát. Tehát abszolút bajban voltam ilyen szinten. És akkor megint jött az internet, hogyha beírjuk azt, hogy egyáltalán Csíkszereda, lássuk, hogy mit ad ki az internet. És igen, a hokit adta ki. Először ez volt az érdekes. És mivel nem tudok semmit a hokiról, de Ferenc Hunor operatőrünk, ő igen, ő nagy hoki szurkoló, akkor ő segített a szerkesztői munkában, és segített abban, hogy mit is jelent itthon a csíkszeredai hoki. És akkor először persze elmentünk a polgármester úrhoz, hiszen ő tud a legtöbbet Csíkszeredáról, ő tudja, hogy hol vannak azok a megvalósítások, vagy azok a változások, amelyeket be kell mutatni. És akkor innen közelítettük meg Csíkszeredát. Jó volt-e neked a csíkszeredai látogató forgatása? Tehát, hogy szeretted ezt a városot? Igen, megszerettem. Tehát, hogy meg az érdekes az, hogy mindegyik települést megszerettem. De lehet az emberek miatt, hogy annyira kedvesek és nyitottak. Habár a székelység ugye nem erről híres, hogy nyitottak, hanem tömören beszélnek, szükszavúak és morcosak. Lehet nem ezzel találkoztam, hanem azzal, hogy igenis mindenki be akarja mutatni azt a helyet, ahol éppen él. És minél bővebben. Csíkszeredával is ez történt, hogy ahová mentünk, mosolyogva fogadtak, és sikerült megszeretni. Én nehezen tájékozódom, és nem igazán tudtam eldönteni, hogy hol van a Mikóvár, meg nem is igazán tudtam összekötni, hogy akkor ez most a polgármester hivatallal van szembe, vagy pontosan máshol van. És rengeteget szórakoztak az operatőr fiúk is ezen, hogy nem tudtam, hogy merre kell menni. Csak tudtam, hogy hát akkor most a Mikóvárhoz kell elérjünk, mert hogy ott van egy gyönyörű szép múzeum, és ugye múltja van annak is, és azt szerettük volna bemutatni. Mi volt a legkedvesebb? Mi az, amit szeretnél, hogy megismételj? Talán mindegyiket meg szeretném ismételni, mert utólag így, ahogy visszanézem az adásokat, mindig tudom azt, hogy talán ezt is meg kellett volna mutatni, vagy maradnak ki dolgok. Nem, a Csíkszeredaiban. Ja, Csíkszeredaiban? Csíkszeredaiban lehet, hogy azt változtatnám meg, hogy kövessük le azt, hogy igenis egy idegen hogyan fedezi fel. Még fel is tévedek. Talán ez kellett volna benne legyen, lehet. Lehet, hogy több olyan szempontot kellett volna megmutassak, hogy az idegenek hogyan közelítik meg.
ami akkor nem jutott eszembe. Így utólag lehet, hogy ezt változtatnám meg. És mit szeretném megismételni belőle? Hát mit ismételnék meg talán? Tehát amit most meg is fogunk mutatni, olyanra gondolok. Ja, hogy olyanra gondolják, amit most meg is mutatom. Hát... talán azt fogom megmutatni, hogy igenis a sportélet nagyon aktív itt Csíkszeredában, és talán nagyon komolyan is veszik, sokkal komolyabban, mint máshol. Lehet azért is, mert ugye a hokinak ekkora hagyománya van itt Csíkszeredában. Ezt szeretném megismételni, igen. A modern olimpiai mozgalomban 1896-tól az athéni olimpiától datálják, akkor Pierre de Coubertin báró javaslatára jelenik meg lényegében a nemzetközi sportmozgalomban az a rendvíz, amit állítólag ugye az ókorban már oly nagy szeretettel a görögök versenyeztek, és ennek persze, hogy voltak kisugárzásai, volt görög, illetve a római birodalom idején is vannak erre főjegyzések. Hargita megye mai területén lényegében a 19. század vége, a 20. század eleje az az időpont, amikor lényegében meghondosodnak azok a sporták, amelyek később aztán olimpikonokkal szolgálnak, habár ha itt a hátam mögött lévő emlékre föltekintünk, akkor látjuk mindazokat a személyeket, akik részt vettek ezeken az olimpiai játékokon. Persze, hogy az olimpikonok alatt azt értjük, hogy edzőként, illetve sportolóként részt vett egy olimpián. Tehát ilyen több százban Hargita megye területén, itt ezen a kis emlékűen ennek próbáltunk emléket állítani. Számbélyleg a legtöbben jégkorongozók általában, érthető csapatsportról van szó. A csíkszeredai jégkorong 4 olimpián képviselte magát sorrendiségében 1964-ben Innsbruckban, 1968-ban, illetve újra 1976-ban Innsbruckban, illetve az utolsó olimpiai részvétel 1980-ban a Legpresszidi olimpián van. Ugyancsak népes részvételt tudhat magáénak a korcsásport. Gyorskorcsázók túlnyomó részt, nagypás gyorskorcsázók legjobb eredményeket ugye Kopacz Tibi ért el, illetve Horváth Dezs, akik számottévően több olimpián is képviselték Romániát az úgynevezett nagy versenyeken, illetve az olimpián, és talán, ha közelebb kerülünk, akkor azt is elmondhatjuk, hogy a Szocsi olimpián is már vannak ismert sportolók, akik kvalifikálták magukat, gondolok itt Tófelvévára, ő is számos olimpián vett részt, tehát elkezdve Naganótól is talán még a Szocsi olimpiára is kvalifikálta magát, illetve Kelemen Zalikről tudjuk, és természetesen, hogy a kvalifikáció még nincsen befejeződve, tehát számos sportolónak még nyitva van az a lehetőség, hogy ezen az olimpián is részt vegyünk. És elérkeztünk a legkedvesebb, számomra a legkedvesebb részhez, mert hát Gyergyó Szentmiklós nekem a szívem csücske, és ezt szerintem nem titok, de én azt hiszem, a 100 évet élek akkor is, és bárhol élek, akkor is Gyergyő leszek. Gyergyő Szentmiklós, milyen volt? Gyergyó Szent Miklós volt a most az utolsó látogató, ahová kiutaztunk. Gyergyó Szent Miklós zseniális volt, tehát egy zseniális város. Nagyon érdekes az, hogy megoszlanak a vélemények. Én annyival voltam előnyben, hogy én laktam ott 4 hónapot Gyergyóban, és persze akkor szerelmes az ember, minden gyönyörű és szép. De az volt a legjobb az egészben, hogy most, ahogy visszaérkeztem Gyergyóban, nem változott semmi. Tehát ugyanaz az érzés, ugyanaz a kedves város. Talán így fogalmaznám meg, hogy Gyergyó Szent Miklós egy nagyon-nagyon kedves város. Értékes emberekkel. Értékes emberekkel. Hihetetlenül értékes emberekkel. És hogyan is fogalmazzak? Talán úgy, hogy inkább visszatérek oda, hogy megoszlanak a vélemények. Tehát azt mondjuk, hogy Gyergyó Szent Miklós, benne van az emberek mentalitásában az, hogy jaj, hát Gyergyóban mit is lehet megmutatni, nem szép a város, csúnya, tele van kábelekkel, ugye, hát hogyan is filmezzünk, hogy ne legyen, mégis szép legyen. Az érdekes az volt, hogy a helyzet adta magát. Tehát, hogy nem... Mikor odaértünk, már nem ezen gondolkoztunk, hogy hogyan mutatjuk be Gyergyót, hogy szép legyen, hanem már eleve megszerettük Gyergyót. Tehát ott voltunk, helyszínen voltunk, az emberekkel elkezdtünk beszélgetni, mindenki érdeklődött, mindenki aktívan odafigyelt arra, amit szerettünk volna megmutatni.
kooperatívak voltak. Nem is tudom, hogy mondjam, csak pozitívan tudok gondolkodni Gyergyóról. Nagyon-nagyon megszerettük Gyergyót, ez az igazság. Pont Mikulás járás, a Gyergyószent Miklósi napok voltak is. Igaz, hogy azokban az eseményekben pillantottunk bele, amelyek nem este történtek, hanem délelőtt. És jó volt a hangulat, nem tudom másképp talán megfogalmazni, csak annyi, hogy nagyon jó hangulatú város. És pontosan az emberek azok, akik azzá teszik. Hogy megkaptuk a programot, és akkor kinéztük azt, hogy lesz egy zenés irodalmi est is. Semmit nem ismertem a főszereplőket sem. Bementünk, megkérdeztük, hogy forgathatunk-e, beletekinthetünk-e ebbe a produkcióba. Természetesen, persze, hogy ne. Nagyon kedvesek voltak. És kiderült, hogy egy dalszerzőről van szó, és egy költőről. Aki a verseit? Aki a verseit, vagy a verses kötetét. Igen, a verses kötetét. Aki nagyon érdekes módon a verses kötetét ő tervezi meg, és ő is kivitelezi. Tehát ő vitelezi ki a verses kötetét, és kinyomtatja minden, és 4 darabot, vagy 5 darabot készített el pont erre az estre, és egyet nekem ajándékozott nagyon-nagyon kedvesen. És az is kiderült, hogy szeretik ezt a várost, ahol vannak, Gyergyószent Miklós, és lehet alkotni mindenhol. Tehát, hogy azt szerettem nagyon, főleg bennük, hogy nem siránkoznak, hogy nehéz nekik, vagy nem nehéz nekik. Tehát ez meg sem említettük, hogy nehéz vagy nem nehéz valami, hanem egyszerűen arról szólt, hogy szeretnek alkotni, alkotó emberek, kreatívak. És pont Balázs Gáspár fogalmazta azt meg, hogy mindenki alkotó valamilyen formában, csak lehet, hogy fél kimutatni, vagy fél nekifogni az alkotásnak, a teremtésnek, mint olyan. Akkor jól sejtem, hogy ebből szeretnél ismételni? Igen, nagyon szeretném, igen. Ebből lenne egy dal. György Lászlónak az egyik dalát fogjuk meghallgatni, Cseh Tamás feldolgozás, és utána pedig egy rövid kis beszélgetést, vagy ilyen kis pillanatokat ragadnék ki abból a beszélgetésből, mert kimaradt egy olyan dolog, és fel is hívták a figyelmem rá, hogy ők fogalmazták meg a mottóját ennek az adásnak, hogy merjünk hittel álmodni. És ezt a beszélgetést, ezt a rövid kis beszélgetést szeretném megmutatni mindenkinek. Hogyha így üzenni lehet, akkor én kívánom, hogy az emberek némiképp merjenek álmodni. Hogyha nem mernek hétköznap a nagyvilágba, akkor bár álmodjanak otthon, bent a belső családi meleg körbe. Miről álmodjunk? Mindenképpen a belső egymásról. Ami mi vagyunk egymás körül. Ahogyan leülünk, vagy olvasunk, vagy zenélünk, vagy beszélgetünk. De hogy mi legyünk, és valami együttről álmodjunk. Hozzáfűzhetek ehhez valami? Kérlek szépen. Ehhez társítanám azt, hogy az álom önmagában nagyon sok szenvedésnek az alapja lehet, amennyiben az álom mellé nem tevődik oda az a valami, amit hitnek nevezünk. Hogy ne úgy álmodozzál, hogy nincs hited önmagadban, hogy nincs hited ebben az életben, ebben a világban, hogy az álmaid egyáltalán valóra válhatnak, hanem álmodj hittel, álmodj úgy, hogy érezzed, hogy ezek az álmaid valóságuk, csak még nem jöttek el, de eljönnek. Tehát akkor helyesbítettünk, hittel álmodjunk. Igen. Nem valaki útra vár, útra a jobbik része, kiment belőlem, itt hagyott, csak úgy észrevétlen, véresen néztem, annyi volt, csak annyi volt, egy szót se szó, hirtelen elment, itt hagyott, valaki útra vált a jobbik része. Belőlem valaki útra vált, és én utána néztem, jól van, hát menjen, tűnjön el az én jobbik részem. Először úgy tűnt, semmi sem változott azzal, hogy hirtelen
fogta magát a hűtelen, útra vált belőlem jobbik részem, az én jobbik részem. Azóta járom nélküle a végtelen világot, s valahogy mindent nélküle más színben látok. Hosszasan nyújtózik minden ott, valahogy nincsen semmi ott. Minden szó mástól eltanult, mióta útra vált a jobbik rész. És akkor van még egy kis település, Csíkmincent, ami viszont egy nagyon jó sikerült látogatóra. Igen, Csíkmincent lehet azért áll nagyon közel hozzám, vagy hozzánk, mert most már a csapat nevében is beszélek, hogy az első látogatóktól kezdve úgy próbáltunk kísérletezni, nem csak tartalmi szempontból, hanem formai szempontból is, hogy érdekesebb legyen, dinamikusabb legyen, mi az, amit megbír a műsor, mi az, amit bele tuszkolhatunk oda mindent, ami a mi lelkünkből kipattan. És Mincent volt az a település, amelyet bemutatva, persze mellette Csíkszentlélek is, hogy akkor döbbentünk rá, hogy ez tulajdonképpen rólunk szól, a látogató. Nem csak a csapatról, hanem rólunk, mint egy nagy közösség. És nem beszélhetünk arról, hogy hát akkor most ki a célközönség, és nem ennyire határozott és komoly behatárolásról van szó, hanem pontosan arról van szó, arról a felismerésről, hogy ez a műsor nekünk szól. Elsődlegesen persze azoknak az embereknek, akik ott laknak, azon a településen, amelyeket éppen mutatjuk, és nekünk, mint nézőknek, mert adott ponton én is nézővé válok, hogy a nagy székely közösség, ha lehet egy ilyent mondani, hogy rólunk és nekünk szól. És ha mi meg tudjuk szeretni mindezeket a településeket, akkor bárki meg tudja szeretni. Mert alapjában véve nagyon szkeptikusak vagyunk bármivel szemben. Tehát van egy ilyen alapbeállítódás, hogy ha elmegyünk egy kis faluba, akkor mi az, amit megmutathatunk, hiszen ott csak két utca van, vagy csak egy kicsi templom van. De ez a csak két kicsi utca, ez a csak egy kicsi templom, akkora értéket hordoz magában, és az emberek miatt történik meg ez a dolog. Az az érték, mert hogy ők adják hozzá, nem a műemlék magam, az csak egy tárgy, valójában csak egy tárgy, hanem ahogyan viszonyulunk hozzá, és hogyan ruházzuk fel ezeket a tárgyakat, ezeket a szimbólumokat, akár egy, ha székelykapuról van szó, mit jelent nekünk, mint közösség, miért ragaszkodunk, és hogyha ez megtörténik, ez a beszélgetés, és ez kiderül, akkor úgy gondolom, hogy megtörtént egy csoda, és mi meg tudjuk szeretni ezeket a településeket. Csíkmincentről mit szeretnél ismételni? Ez is furcsa, hogy van egy település, Csíkszentlélek, és mivel nem ismerem a környéket, akkor én csak azt látom, hogy adminisztratív szempontból hozzátartoznak ugye a falvak. És akkor úgy beszélek, hogy Csíkszentlélek, közben Mindszenten vagyunk, de azt mondom, hogy Csíkszentlélek, mert hogy adminisztratív szempontból Mindszent is Csíkszentlélekhez tartozik. Szóval a házat szeretném? Igen, a házat szeretném megmutatni, mert hogy a nagyon kötődnek hozzá a helybeliek is, és úgy gondolom, hogy a házfa az most már kinőtte magát annyira, hogy akkora szimbólumá nőtte ki magát a házfa, hogy nagyon sokan hallottak róla, és akkor halljanak még többen. Biztos, hogy rengeteget mesélne. A csíkszentléleki házról van szó. Valószínűleg, hogy az már több mint 500 éves, tehát nem lehet pontosan megbecsülni, hogy mikor ültethették. Ez arra is van, hogy több leírás szól arról, hogy érte a tatárbetöréseket, az több tűzvészt, ami a Csíkszentléleken pusztított túl élt. Tehát pontos dátumot nem lehet tudni, hogy mikor ültették, sőt azt sem, hogy a templom építése előtt vagy után ezeket nem lehet tudni. Érdekes funkciója van a közösség életében. Igen, hát amióta megnyárta ezt az Európa és Románia fajat, még
jobban megismerték, de azelőtt is nagyon tisztelték, itt tartották régebb a falu gyűléseket alatt, amikor jó idő esetén búzaszentelőket, ilyen helyi ünnepeket itt tartnak a mai napig is alatt. Régebb is mondták, hogy mikor tehát ilyen szarosság volt, akkor azt is túlélte, mivel hogy magasabban feküdt a falutól. De kicsit olyan, mintha védeni a falut, vagy így hosszú is, idők során oltalmazza a falut. Igen, úgy is lehet mondani. Tehát egy olyan jelképévé volt a falunak, hogy a has, az öreg has. Még kicsit pontosítsunk, hogy Szent Mise után az emberek mindig kijöttek ide. Ugye több pad volt letéve, igen. Ha jól tudom. Több pad is volt régebb, igen, most ez a pad van, az az egy. Szent Mise előtt is, Szent Mise után is. Kiültek, és akkor megbeszélték a falu gondjait, igen, problémáit. Az előtt való háti gondokat itt beszélték meg. Sőt, a megszervezett gyűléseket is állítólag régebb tartottak itt a hása alatt. Mit jelent a ház útja? Először, mikor a Polgártárs Alapítvány megszervezte Romániában az évfája a vedélkedőt, egyik önkéntesünk benevezte a Csíkszentléleki hársót, és egy elég nagy összefogásnak köszönhetően sikerült megnyerjük ezt az országos szintű vedélkedőt. Az első díj, ez többek közt azt jelentette, hogy 3000 lejt kapott az egyesületünk, amelyet a fával kapcsolatos tevékenységekre kellett fordítanunk. Az elején gondolkoztunk, hogy esetleg karbantartási munkálatokra a magával a fának a helyszínével kapcsolatosan költsük el ezt az összeget, viszont végül is egy turista útnak a kialakítására gondoltunk, amely azt célozná meg, hogy még inkább ismerős legyen ez a faj, minél többen látogassák meg őt a környékről. Maga az útvonal az Csíkszeredából indul, és 16,5 kilométeren vezeti végig az érdeklődőket, a Szántuszkápon a Hosszúaszó, illetve átjön a Csíkszentléleki házhoz, és innen a Sutat tavat érintve megy vissza a Csíkszeredába. Úgy alakítottuk ki ezt az útvonalat, hogy kerékpárral, illetve gyalogosan is megtehető legyen. Tehát nem évszakfüggő, hanem... Igen, tehát ez... Elméletileg minden évszakban megtehető ez az útvonal, és egy könnyű túrának számít, tehát családosoknak, illetve mindenféle túrára ez alkalmas. Információkat honnan lehet begyűjteni erről a bicikli útról? Információs táblákat helyeztünk ki többek közt Csíkszentléleken a polgármesteri hivatal szomszédságába, illetve egy háromnyelvű tájékoztató tábla van a Csíkszentléleki ház mellett. Ugyanakkor több kiadványban is útleírások szerepelnek, térképek, éppenséggel GPS koordináták. Ugyanakkor 2-3 kiadványban is, mint túra leírás szerepel ez a ház útja. Két adás, az csak két adás, az csak 46 perc, és akkor most már lassan vége, és vége az évnek is. Mit kívánsz a nézőknek, és mit kívánsz magadnak? A nézőknek elsősorban azt kívánom, hogy a legfőbb vágyuk teljesüljön, mert azt mindenki tudja, kiki saját maga, hogy melyik a legfőbb vágya. És ha tehetik, ne hagyják ki a látogatásukat Hargita megyében. És ők is tényleg próbálják felfedezni azokat a szépségeket, azokat az egyedi dolgokat, amely ott van a közvetlen környezetükben. És hogyha felfedezték, és azt szeretnék, hogy mindenki megtudja, akkor írjanak nekünk. És mondják meg, hogy tudjuk megmutatni mi is mindenkinek. Köszönjük a figyelmet, és viszontlátásra. Viszontlátásra.